ennyit jósol, amíg vasárnapi apuka nem lesz. Hát ilyen lazán, hát így egy-két évet aztán annyi. Most egy férfi érkezik, akinél bizony könnyen felmegy a pumpa. Felesége kérésére jött a stúdióba, hogy beszéljen problémájáról. Csánó Zoltán vagyok, 40 éves, 3 gyerekes édesapa. Budapesttől 35 kilométerre nagyon klassz körülmények között élünk a családommal. Sajnos az utóbbi időben olyan problémákkal küzdök, hogy rettenetesen felbosszantom magam, hogyha valaki balira vesz vagy hülyének néz. Emiatt kerestem meg Csárnos doktort, mondjon nekem valamit, hogy ezt könnyebben viseljem, vagy átlépjek rajta. Parancsoljon, miért keresek meg? Tulajdonképpen a feleségem indította el ezt a dolgot. Csodálatos családi körülmények között élünk, és ezt szeretném. És ők is szeretnék, hogy sokáig tudjam ezt élvezni. Az utóbbi időben nagyon fel tudom magam idegesíteni, hogyha palira vesznek. Hány éves? 40. Mióta veszik palira? Hát durván egy pár éve, 3-4 éve körülbelül. Konkrét esetet tudok mondani, akkor, hogyha bárkivel megbeszélek akár egy találkozót, keresztül utazom a várost, és a másik egyszerűen nem is jön oda. Utána nem tudom elérni telefonon. Idegesít az, és föl tudok robbanni akkor, hogyha csörög a telefonja, és nem veszi föl. Megbeszélem. Konkrétan letárgyaltuk. Ezek milyen megbeszélések? Üzleti megbeszélések. Tessék? Hát ilyen üzleti megbeszélések, igen. Hát ebből nagyon sok következtetést le lehet vonni. Most ne haragudjon, hogyha úgy belegondol, van egy link csávó, aki még ér valamit. Nem jön el. Ez egy adott sztori. És tegyük fel, a link csávóval üzletet köt. Mesélj el, hogy mi lesz. Nem is lesz üzlet. De tegyük fel, lesz üzlet. Mesélj el. Mi lesz? Hát baj lesz belőle. Tegyük fel, elmúlik egy kis idő, pár hónap, és akkor lesz baj. Akkor. Na, akkor milyen ez a baj? Hivatalos. De mit gondol? Súlyos baj? Lehet súlyos baj, igen. Aha. Tehát addig lehet, hogy a link csávó sokszor megszivatta már. Rengetegszer. A 2 hónap alatt. Igen. Aha. Én összehozok tárgyalásokat. Mindenki felsorakozik, akinek kell. Akinek megvannak a konkrét dolgai. Összehozom az egészet. És akin ez így múlik, ő mögötte nincsen semmi. És gyakorlatilag 3-4 évve csak ilyenekbe botlok bele. Valahogy nagyon szeretnék. Mivel foglalkozik? Üzletet kötök. Jó, tehát van a feszültség. Igen. Mit csinál ilyenkor? Ott ácsorog, a helyen se senki. Dühöngök. Hogyan csinálja? Csendben magamba igazából, ez a gond. Tehát magába csinálja. Tehát egyre inkább forr az agyvize. Igen. És mivel én nem dohányzom, nem iszom, nem kávézom. Igen. És hát nem akarom a családomon levezetni ezt a feszültséget, inkább megmarad bennem. És mit csinál a feszültséggel? De egyelőre raktározom, nem tudok mit csinálni vele egyelőre. Azt kéne nekem, hogy valahogy át tudjak lépni ezen. Tudom, hogy nem jön össze a dolog, csak hogy könnyedén át tudjak rajta siklani. Robbanni szokott a feszültség? Szokott. Kin? Hát aki éppen ott van. És az ki? Bárki. Ismerős, családtag, bárki. De nem bántok senkit. Hanem hogyan történik? Csak kiabálok, és akkor nagyon félnek tőlem. Feszült? Én állandóan szinte. Most miért feszült? Nem tudom. Dehogy nem. Miért feszült? Tudja. Miért feszült?
Mert új helyzetben vagyok. Nem bírja az új helyzeteket? Hát nem szeretem annyira az Tehát az új helyzetek az csak olyan, vagyis a helyzetek olyanok legyenek, ami szorosan ki vannak számítva. Igen, nagyon szeretem a kiszámított dolgokat, igen. Nagyon szereti a kiszámított dolgokat. Tehát a család az egy kiszámított dolog, mivel ezek a személyek ott vannak. De tudja, van a fizikális terror, és van a lelki terror. Melyik a súlyosabb? A lelki biztos. Aha. Különösen olyan, hogyha olyanokon csattan, akiket szeretek. Sajnos ők az okai? Nem. Sajnos... Ki az oka? Lehet, hogy én magam. Hagyom magam felbosszantani. Miért hagyja magát palira venni? Nem tudom. De hogy nem tudja. Hát azért, mert előre gondolkodik. És nem látja meg a pasit, hogy milyen. Hanem rögtön az álomvárakat kezd el építeni, amikor még nincs semmi. De ezért ki a felelős, mert ne haragudjon. Hát ezért ilyen vagyok a felelős. Ön. Mert aki ilyen szinten előre gondolkodik, az a holnapban él. De most még ma van. Igen, én nagyon megtervezek mindent, nagyon előre. És tényleg fölépítem ezt a lehetőséget. Hányszor bukott bele ebbe a nagy, ilyen előre tervezésbe? Inkább úgy mondom, hogy 10-ből 9-szer biztos. Mondhatok egy magyar véleményt? Ez hány éve tart már? Hát ez most egy olyan 4-5 éve. 4-5 éve csinálja ezt. Hányszor bukott bele ezekbe a nagy tervezésekbe? Durván, mondjon egy számot. Hát körülbelül 10-szer. 10-szer. Tudja, hogyha az ember egyszer megcsinálja, ok. Kétszer megcsinálja, na jó. Harmadszor, negyedszer, tizedszerre, hogyha megcsinálja, akkor én azt mondom, hogy hát ez az ember ostoba. Mert akkor hogy várjam azt el, hogyha én, mint apa megcsinálom, hogy nem tudok váltani, hogy a gyerekem tudjon váltani, hogyha ő hibázik. Már ne haragudjon, uram. Hogyan? Árulja el nekem. Igen, gyorsabban kéne váltani. Nem, gyorsabban vált. Mi az, hogy gyorsabban váltani? Először is, ki a hunyó ezért, amiben van? Hát saját magam. De akkor miért nyomja rá a feszültséget másokra? Mert ott megteheti? Hogyha felhív egy ilyen pasit, akkor udvariasan megkérdezi, hogy hol voltál? Hm? Nem szoktam megkérdezni. Hanem mit csinál? Még majdnem, hogy udvarolok neki. Komolyan. Mekkora egy fasz maga, ne haragudjon. A viselkedésére mondom, nem mint emberre, valószínűleg mint családapa. Nagyon szeretik a gyerekei meg a feleségemet, máskülönben nem mondták volna, de ez a viselkedés, ne haragudjon, ön hogyan véleményezné az egyik barátja viselkedését, aki ugyanezt csinálja? Hát lehet, hogy ugyanígy. Lehet, színű, hogy ugyanígy. De ezt is csak, hogy lehet. Ön a hunyó.